A Megyeház utcában töredezett a burkolat, és az éjszakai eső nyomai fogadják a járókelőket. A Petőfi utcában azonban mostanra megszűntek az ilyen jellegű problémák. Egy nagyon szép, a belvároshoz méltó környezet jött létre, ami ráadásul azért is fontos, hiszen a belváros közlekedési rendjéhez a Petőfi utca nagyban hozzátartozik, és az a terv, miszerint a Szent István térhez a következő években hozzányúlnánk, és egy jelentős felújítási munkát végeznénk el, ez elképzelhetetlen lett volna annélkül, hogy a Petőfi utcát rendbe tegyük. Az úton a koporréteg cseréjét a régi burkolat lemarásával, majd a két réteg aszfalt beépítésével végezték el. A munka során a víznyelőrácsokat és a közműfedlapokat is kicserélték. A tavaly évben már elkezdett úgynevezett koporréteg csere eljárást alkalmaztuk, ez azt jelenti, hogy a felső rétegét az aszfaltnak felmartuk, a hibákat, az alépítményi hibákat kijavítottuk, és egy új 5-6-8 centis aszfalt réteget terítettünk újra a Petőfi utcára. A 9 millió forintos beruházást képviselői keretből finanszírozták. A térség önkormányzati képviselője szerint a Petőfi utca most már méltó a történelmi belvároshoz. Hatalmas eredmény, hiszen megszűntek a rendezetlen csúnya részei ennek az utcának, valamint a víztócsák kialakulásának is minimális az esélye. Én azt hiszem, hogy ilyen minőségi munkával érdemes az egész belvároson végig menni. Én remélem, hogy a következő időszakban ezt elég gyorsan folytatni is tudjuk. Kőburkolatot kapott a papi otthon melletti parkoló, ez az átalakítás is része volt a Petőfi utca megújításának. Burkolatcsere mellett a szegélyek javítását is elvégezték a szakemberek, a korszerűsítés a Sára Gyula program részeként valósult meg.